A James Bond filmek korábbi főszereplőjének színészi nagyságát talán senki sem kérdőjelezi meg, filmes munkái mellett pedig évtizedek óta a festészet szerelmese, amelyben közel olyan tehetséges, mint a szerepeiben. Az ír-amerikai 68 esztendős Pierce Brosnan ugyan már évtizedek óta fest, időről időre képes meglepni rajongóit egy-egy alkotásával. Legutóbb kaliforniai otthonában mutatta meg legújabb festményeit, otthoni galériájában pedig fia, a 21 esztendős pári művei is feltűntek. A festészet iránti rajongás azonban egy nehéz életszakasznak köszönhető az életében. Brosnan gyerekként ugyan már alkotott, komolyabban 1987-ben kezdett foglalkozni a művészettel, abban az esztendőben, amikor első feleségét, Cassandra Harris-t petefészekrákkal diagnosztizálták. A színésznő 1991-ben hunyt el, ami nagyon megviselte a színészt, részben a művészet volt az, amelynek a segítségével fel tudta dolgozni a veszteséget. Az élet később sem kímélte, 2013-ban lányuk, Charlotte ugyanebben a betegségben vesztette életét. A festészet először csak mint hobbi volt jelen az életében, azonban idővel többen felfigyeltek a színész munkáira, volt, hogy egy Bob Dylanről készült portréjáért 1,4 millió dollárt fizettek. Lefestettem Bob Dylant, aki az egyik hősöm. Elképesztő, de a képet 1,4 millió dollárért adtam el, ami után egész éjszaka táncoltam a feleségemmel, annyira boldog voltam. Ha ez mindig így menne, a színészetet fel is adnám a festészetért. Nyilatkozta korábban Brosnan a Parade magazinnak. Nem ő azonban az egyetlen híresség, aki nem csak komoly rajongója a festészetnek, de tehetséges is benne, Jim Carrey, Sylvester Stallone, Anthony Hopkins, Viggo Mortensen, sőt Károly Herceg is meglehetősen ügyes a festővászon előtt. Jim Carrey. A gyerekkora óta művészrajongó, szórakoztató filmjeivel Hollywoodot meghódító Jim Carrey egész karrierjét végigkísérte a festészet. Amikor csak szabadideje engedi, egy New York-i stúdióban fest, alkotásait pedig már több alkalommal is kiállították. Az elmúlt időben úgy nyilatkozott, szeretne sokkal több időt a festővászon előtt tölteni, emiatt pedig kevesebb filmes felkérésre mondana igent. Sylvester Stallone. A Golden Globe-díjas színész a filmvásznon általában kemény karakterével tűnt ki, így kevesen tudják, hogy a művészetek nagy kedvelője. Sőt, már gyerekkora óta foglalkoztatják a vizuális alkotások, a film mellett a festészet a nagy szerelme. Korábban lerántotta a leplet arról is, ha lett volna választása, biztosan a festészet mellett dönt a színészet helyett. Anthony Hopkins. A Bárányok hallgatnak és a Hannibal filmek főszereplőjének, Anthony Hopkinsonnak is gyerekkorában kezdődött a rajzolás és a festés iránti szenvedélye. Bár végül színészként lett sikeres, és évekig nem is foglalkozott komolyabban a művészetekkel, 2003-ban felesége unszolására újra elkezdett táj- és arcképeket készíteni, ez a szenvedélye pedig a mai napig tart. Viggo Mortensen. A Gyűrűk ura filmek Aragorjaként ismerté vált színész igazi művész hírében áll, nem csak a színpadon, hanem a zenében, a költészetben és a festészetben is igencsak tehetséges Mortensen. A fényképészettel is foglalkozó művész már a világ minden táján tartott kiállítást saját képeiből magára is sokkal inkább művészként tekint, mintsem egyszerű filmszínészként. Károly Herceg. A királyi család elsősorban az uralkodást és öröklődést érintő kérdések, az elmúlt időben pedig András herceg botránya miatt került be a hírekbe. Károly herceg azonban a tehetségével is kitűnik az uralkodói családból, kevesen tudják, de már gyerekkora óta a festés és a rajzolás szerelmese, amelyben nem lehet túl ügyetlen, ugyanis 73 éves korában a képeit egy kiállításon is bemutatta idén. Prince Charles States That Painting is, One of the Most Relaxing and Therapeutic Exercises in a The Largest Exhibition of His Watercolors Theodate https://d.qil6uv, CNN International January 13, 2022.